Magyar Katolikus Rádió. Örömhír mindenkinek! Most nem érünk rá játszani! Össze kell gyorsan pakolnunk, és el kell innen húzni a csíkot, mert sajnos a mi erkölcstelen életmódunk nem egyeztethető össze a szicíliai szokásokkal. Elütöttük? Biztos? Fiúk, mondjatok már valamit! Ennyire paranoiások. Na jó, meg lehet, hogy egy picit lusták is. Nos, indulhatunk, barátaim! Ugye hát én itt a Katolikus Rádióban többször dolgoztam már színészként, aztán valamilyen rejtélyes oknál fogva gondoltak rám és kértek föl, hogy rendezzem meg ezt a gránátalma ízét. Meg is lepődtem és meg is ijedtem először. Mindig is csodáltam a hangjátékokat, mert ez egy olyan különleges terület, ami még nem hangos könyv és nem is képileg eljátszott színészi világ, hanem valahol a kettő között. Borzasztóan felemelő érzés hallani azt a világot, azt a regény hangot, amit én elképzeltem élő húsvér emberek hangján keresztül, és ugye nagyon sok leíró részt ki kellett hagyni a regényből, mert az egy hangjáték műfajában nem fér bele, és tartottam tőle, hogy ezt a pluszt, a leírásoknak a képi világát hogyan lehet majd visszakapni a hangjátékban, és annyira jók a színészek, hogy a hangszínükkel és a színészi játékukkal pillanatok alatt megteremtik azt az atmoszférát, amit én mondjuk egy másfél oldalas leírásban tudtam megteremteni a regényben. És akkor rájöttem, hogy hát itt tulajdonképpen a szereposztás az az egész koncepciónak a nagy többségét kiteszi a rendező részéről, mert hiszen azok a hangok, azok a személyek, azok a személyiségek adják meg a darabnak a töltetét és a figuráknak a mienségét. Abszolút emberi módon éljük az életünket. Legfeljebb az a különbség, hogy mi, amit tapasztalunk, azt esetleg előtt tudjuk varázsolni aztán, vagy filmen, vagy a színházban. Összegyűjtögetjük őket, és talán egy-egy megérintést előhívunk a lelkünkből, vagy a szívünkből, az agyunkból. Tahikardia, nem félsz tőle? Hogy én félni? Én, aki egy működő vulkán lábánál élek. Te fiú, nem iszunk meg egy kávét? Hallom magam, uramisten! Bocsánat! És ami számomra nagyon megkapó volt, az inkább a kulisszák mögötti rész, látni Katát és az édesanyját, Bánság Ildikót együtt, hogy mennyire szép az ő a viszonyuk, és hogy ezt milyen élesen el tudták aztán vágni, amikor jött a felvétel, és aztán vérprofin. Tehát nem is tudom, mikor volt a utoljára rádiófelvételen, és most pont a lányommal, úgyhogy már nagyon boldog vagyok, hogy egyáltalán találkozunk, tudunk beszélni, és egyáltalán megnézni, hogy tudnánk mi együtt dolgozni. Hát el se tudom képzelni, mert valahogy annyira természetes, hogy ő van, meg én vagyok, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz ez elő belőlünk. Minden, ami szerep, az mind átfolyik rajtunk. Hát az természetes. És amit lehet, abból mi, miután ez egy természetes lény, akit én most előhívok majd, és a lányom is az, és azon kívül úgy hív engem a darabban, hogy anyukám, ahogy ő engem hív egyébként. Úgyhogy nagyon sok közös van a szerepben és bennünk. Az anya lánya kapcsolat, ami az én esetemben anya-fia kapcsolat volt, de egy nagyon erős kapcsolat volt édesanyámmal, és ennek gyakorlatilag kicsit az újraélése ennek a kapcsolatnak, a szülő-gyermek kapcsolat, de közben ott van a haza, hogy mit jelent nekünk a haza, hogy meddig lehet eltávolodni tőle, hogy mi mozgatja ma a fiatalokat, és ebben a lányban is ugye érezni végig annak ellenére, hogy egy intellektuál egyfajta céltalanságot, vagy így 30 fölött is önmagát keresi. Reményeim szerint Barbara megtalálja az útját. Én próbáltam erre kanyarítani a történetet, hogy mint ahogy az utolsó mondatban el is hangzik, hogy azért megy vissza, hogy a regényt megírja, és remélhetőleg azután visszatér a hazájába, és az itteni kultúrát fogja gazdagítani.